számtalan rendezvényen találkozhattunk már a főztöddel, illetve a finom lepényeiddel, most viszont egy fix helyen, egészen pontosan a Csinos Presszó új kemencéje mellett állunk. Igen, Csinos kemence nézven üzemeltetjük ezt a kiváló egységet. Mindenféle finomságokat fogunk készíteni a közeljövőben, nem csak lepényeket, hanem lepényekkel kapcsolatos húsokat, tésztában sült csülköt például, főtt füstölt csülök, kenyércipóban sütve, akkor mindenféle, ami állat kettő lába van és négy lába van, azt, és finom, azt megsütjük a kemencében. Tematikus esteket fogunk szervezni különböző ételek köré csoportosítva. Ez úgy fog működni, hogy meg fogjuk hirdetni, csak most mondok valamit, hogy mit tudom én, kedden malacot sütünk, csütörtökön kacsát sütünk, és akkor be lehet rá regisztrálni, és akkor így szeretettel látunk nagyobb csoportokat is. Elkötelezett szószólója vagy a helyi termékeknek, ez itt is megvalósul majd? Igen, igen, ezen még dolgozunk egyébként, hogy ezt hogy fogjuk tudni megoldani. A húsok és zöldségek tekintetében mindenféleképpen. A liszt ugye, amiből a lepény készül, az abban meg maximalista vagyok, tehát ott csak jót fogunk használni. Akkor ezzel méltán bővül a Csinos Presszó kínálata, hiszen alapvetően azért minden más jellegben, süteményben is, szörpökben is megtalálható ez a kezdeményezés, ez a helyi dolog. Akkor mondhatjuk ezt egyfajta kézműves kis főzőkonyhának, kemencének? Tökéletesen pontos a megfogalmazás. Ez a kemence egyébként nem az én érdemem, tehát ezt hozzá kell tennem, hogy én miután ez megépült, akkor már az építésben is részt vettem, de hogy felkérést kaptam rá, tehát ez nem az én kezdeményezésem volt, ezt tegyük hozzá. Különlegessége még talán a dolognak, hogy nem csak te egyedül készíted majd itt ezeket a jóságokat, finomságodat, hanem a fiadat is bevontad ebbe a dologba, hogy mennyire érdeklődik ezek után, a dolgok után. Ő már gyerekkora óta nagyon nyitott az ételekre, azt hiszem elmondhatom, hogy kivételes gyerek ilyen szempontból mindent megkóstolt, tehát és nyitott volt a gasztronómiára. A nyári munka ugye, tehát itt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy családi vállalkozás igazából. Persze nem, de én nagyon nyitott vagyok a fiatalokra. Főleg, hogy egyébként most lettem apa újból, harmadszorra is. Akkor ő is majd meg fogja tanulni az ifjú jövevény a csinyát, binyát a szakmának? Természetesen, természetesen. Ez a... Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité. Wouhou!